Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője, az Igazságügyi Bizottság alelnöke. Igazságügyi? Törvényalkotási Bizottság. Törvényalkotás, igazságügy majdnem ugyanaz. Szép jó reggelt kívánok. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, a Luaha zsinagógai naptár szerint 5779-et írunk, Kiszlév habának 19. napján vagyunk, míg a Gergely naptár szerint 2018. november 27-e van, és ha minden igaz, kedd. Szeretettel köszöntünk minden Virgiluto nevű nézőnket, és mindenkit, akinek ma van a születésnapja, házassági évfordulója. Természetesen a családok éve van, és akkor nézzük, hogy a családok évét hogy segítik a bankok. Az euró középárfolyama 3.23.83, míg a Brexit alatt lévő nemzeti valuta az angol font 3.6604. Az időjárás 2 Celsius fok várható, öltözenek rétegesen, figyeljenek oda a folyadékháztartásukra, vegyék be a tablettájukat és mindent, amit kell, és most hallgassák a beszélgetésünket. Dr. Bajkai István, Fidesz országgyűlési képviselővel jó reggelt kívánok, tegnap este egy jó koncerten volt, avasson be minket, hogy hol is volt ez. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen a meghívást. A Zeneakadémián tartotta a Filharmóniai Társaság a 165. évének a fennállásának az ünneplését, és ez egy nagyon szép koncert műsor volt, nagyon úgymond széles palettán játszottunk, Liszt darab szólalt meg, megszólalt természetesen csodálatos klasszikus művek, így Muszkoszki egy kiállítás képe is, és természetesen... Ez nagyon klassz. Nagyon, nagyon szép darab, és hát Várdai cselló művész úr is egy viszonylag olyan darabot adott elő, nagyon ritkán, sőt, az elmondás szerint először lehetett ezt hallani Magyarországon, úgyhogy ez egy újdonság volt zenei bemutató szempontjából is. De gondolom volt Erkel is, volt Kodály is. Hunyadi nyitányát játszották, ez volt az első darab, és volt a Galántai Táncok is. Galántai Táncok, és én láttam, mert délután ott voltam a vendégkönyvbe, a Galántai Táncoknak az első sorát, amit a kottát, amit Kodály saját kezűleg írt be. Sikerült ezt megnéznie? Nem, éppen csak úgy idézőbe beestünk a koncert a feleségem, én a parlamentből rohantam, ahol 7 óra 5 perckor még mondandóm volt, és 7-8-ra kellett odaérni, úgyhogy kicsit kiszámítva érkeztem. Na akkor ugorjunk visszafelé menet a Zeneakadémiáról a parlamentben. A parlamentben tegnap előkészítették a bizottságban egy bizonyos tervet. Mi is ez a terv, ami ma beadásra kerül? Hát, hogyha nem tudom pontosan a kérdése, mire irányult, ez egyszer több terv is készül, és több amit ma prezentálni fog a parlamentben. Hát ugye, én amiben föl fogok szólalni, az a polgári perrendtartással kapcsolatos módosítás, illetve a legfontosabb volt, a SZÉSZ-ben tegnap adtam elő, részben pedig a koncesszióról szóló törvénynek a módosításában fogok felszólalni ma. Ez a mennyire fontos ez a módosítás? Hát ez berengeti meg a jogvilágát. Nem fogja megrengetni, ez valójában egy olyan technikai, főleg jogtechnikai típusú módosítás, hogy a koncesszió, ugye korábban ez egy kicsit hosszú lenne, korábban a nemzeti vagyonról szóló törvény nem engedélyezte, és most sem engedélyezi az osztott tulajdonoknak a létrehozatalát önkormányzati vagy állami ingatlanokon, és ennek a szabályait úgymond tisztázza, és koncesziós szerződés keretében lesz lehetőség használni azt a tulajdon részt, amit korábban osztott tulajdon alapján kaptak meg az arra jogosultak. Úgyhogy ennek a szabályait tisztázza ez a jogszabály módosítás, és erről is fogunk ma dönteni. Nagyon sok rendelet, törvény vár még egy kis frissítésre? Nagyon aktív törvényalkotási munka van, több mint 40 jogszabályt szeretnénk, hogyha a parlament plenáris ülése elfogadna, ez decemberig, tehát a karácsonyi időszakig tartó időszak. Én azt gondolom, hogy ez egy elég intenzív törvényalkotási munka. Elég erőltetett menet lesz. Igen, jövő héten 2 törvényalkotási bizottság ülése sor kerül, éppen ezért, hogy bírjuk a tempót. Milyen bizottságnak még a tagja? Gazdasági bizottságban járt már? Ott előadó voltam, az egyik pont a koncesszióról szóló törvény
kapcsán előterjesztő minőségben. Annak nem vagyok a tagja, az igazságügyi bizottságnak vagyok a tagja, és ott is végzem, vagy igyekszem végezni a munkámat. Most, hogy a jogalkotás kis utcáiba is benéztünk, akkor menjünk vissza egy koncertterembe. Egy nagyon jó koncert volt, ahol régi fényében tündökölt, mint egy zongora művésznőnek, jelen esetben a feleségének a főlapozója. Mi is volt ezen a koncerten? Köszönöm szépen, ugye az esély az egy az esély egy először tessék elmondani a feleségnek a nevét, ennyi igen, jár neki. Igen, Bonnyai Apolka a kedves feleségem, és ő is részt vett ezen a koncerten, ami hétvégén volt itt az Erőműfázba, több más zenésztársával, egy-egy nyári csodálatos hegedűművésszel és a kedves feleséggel, Farkas Mira, aki szintén egy kitűnő zenész házaspár, és itt segítkezhettem egy kamaradarab beléig. Ő hárfázott? Ő hárfázott, ő volt a hárfás, így van, és hát ott egy nagyon, szerintem nagyon szép koncertet adtunk itt, ami az esélyegyenlőségről szólt, hogy ez volt a műsornak a fő, úgymond mondani valója, és ebben hát egy idézőben, ezt már többször beszéltük Főzzel Kesztúrra, egy kis szerepem volt a lapozás, ami tudom, hogy nem művészi tevékenység, de én ezt úgy jelen meg, mint az alkotás. Dehogy nem művészi, hát a kottát együtt kell olvassa a zongora művészet. Igen, igen, együtt izgulok, a feleségemmel együtt, de azért én is úgy érzem, hogy picit része vagyok egy ilyen előadásnak. De ez egyre többet ad a környék lakóinak, hisz az erőműházban nagyon olcsón bejuthatnak, és egy nagyon jó minőségű zenét hallgathatnak. Igen, én magam is büszke vagyok, hogy az erőműfáz ilyen szépen fejlődik itt a belvárosban, és egyre többen jönnek, egyre többen ismerik meg az erőműfáznak a zenei kultúráját, és azt, hogy milyen előadások csendülnek itt föl, milyen művek csendülnek föl, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen fejlődik, és talán erről majd egyszer, amikor több időnk lesz, tudunk beszélni, hogy itt a belvárosban, amit ugye legfőképpen Bujnegyedként szoktunk azonosítani, itt van magas kultúra is, komoly zenét lehet hallgatni, és nagyon sok a körömére játszanak itt a zenészek, egyébként kitűnő hangszereken, hisz nem csak sajától játszanak, hanem itt az erőműfázban van, többször említettük egy nagyon szép, szép hangú muzikfelejéből származó zongor, amit még a polgármester koromban tudtam megszerezni az önkormányzat számára. Úgyhogy szép, szép terem, szép hangzásvilág, szép művek és kitűnő tehetséges művészek járnak ide. A kultúra az jót tesz az embereknek. Ugyanakkor a múlt hét folyamán az emberi erőforrások miniszterével, aki nem nagyon szeret szerepelni, de mégis együtt szerepelt önnel és a volt főbíróval, mégpedig... Az aranycsapat emlékév kapcsán tartottunk. Direkt megálltam, igen, hogy ne igen, én mondjam igen, igen, ezt az a sporteseményt. Az elejében fontos a belépés, hogy eltaláljuk az ütemet. Igen, hát az aranycsapat emlékév keretében tartottunk egy sajtótájékoztatót, beszámoltunk arról, hogy hogyan állnak az eddigi aranycsapat emlékév rendezvények, és ezzel kapcsolatban tartottunk egy közös sajtótájékoztatót Lomnitz Zoltán főbíróval és Kásler Miklós miniszterúrral, professzorúrral. Ez annyit jelent, hogy mostantól kezdve ez a naptári nap mindig egy emléknap lesz az aranycsapat emlékére? Tulajdonképpen formális döntés még nincsen az emléknapnak a napjáról. Ugye a sajtóban többen említették például november 25-ét, ez a 6-3-as londoni győzelemnek a napja. Az nagy valószínűséggel nem lesz, sőt én magam is annak a pártja leszek, hogy ne ez a nap legyen. Részben azért, mert egy nagyon szomorú esemény, méghozzá a Szovjetunióba elhurcoltaknak az emléknapját már korábban eldöntötte a parlament, és azt gondolom, hogy nem venné jól ki magát, hogy egyszerre megemlékezünk a Szovjetunióba hurcoltakról, azok szörnyű tragikus sorsáról, és ugyanaznap pedig idézőbb ünneplünk egy 6-3-as győzelmet, bár akkor történt november 25-én, viszont van egy másik dátumunk, amikor mondhatjuk azt, hogy nem véletlen volt a magyar aranycsapatnak a győzelme később, amikor visszajöttek az angolok következő évben 1954-ben, akkor 7-1-re kaptak ki, az egy május 23-ai nap volt, úgyhogy lehet hogy válogatni a napokban. És ha már mondta, a Szovjetunióban elhurcolt magyar munkaszolgálatosokat, akkor erre is emlékeztek a héten. Igen, igen, Mentzel Erzsébet, aki ennek a
úgymond szemléknapra részben a beterjesztő, részben pedig szívügyének tekinti. És volt országgyűlési képviselő. Volt országgyűlési képviselő, így van, aki egyébként a közelmúltban járt Karagandában és környékén, ahol emberek ezrei, tízezrei pusztultak, vagy százezrei pusztultak el, és ő ennek az Órakész Társaságnak az egyik kiemelkedő vezetője, és ő szokta úgymond az államünnepségek előtt egy nappal megrendezni, tehát tulajdonképpen párhuzamosan folynak a megemlékezések, és van egy obeliszk a harmadik kerületben, és ott tartottunk megemlékezést az áldozatokról. Ezen Varga Mihály miniszterelnök helyettes pénzügyminiszterrel volt jelen. Igen, ő volt ott, és beszédet mondott, és ott tartottuk együtt a megemlékezést. Ennyi, amennyi mai találkozónkba belefért. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában dr. Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője volt stúdiónk vendége. Átnéztük a múlt hetet, megkezdtük az e hetet, és figyeljék adásainkat, hisz erről a koncertről az egész koncertet újra közvetítjük, már ismétlésben, és hamarosan egy újabb jótékonysági koncert színhelye lesz az Erőműfáz, ahova a főváros, illetve az egész ország lakóit szeretettel várjuk, csak időben jelentkezzenek, hogy be tudjanak jutni. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Tartsanak velünk!